Alapkövetelmény a kiegyensúlyozott idegrendszer, a szociális érzék az ember irányába és a taníthatóság. Egy vakvezető kutya nem ijedhet meg váratlan helyzetektől. Rövid videóval mutatja be a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, miként zajlik egy segítő kutya kiképzése. A folyamat hosszú és nehézkes. A vakvezető kutyák világnapját április 27-én tartották, hogy felhívják a figyelmet arra a kemény munkára, amit ezek a segítők nyújtanak a gazdáik számára. Bálványosi Zoltán 12 éve kapta meg az első kutyáját. A férfi most az élményeiről beszélt, azt mondja, az elmúlt évtizedben sokat változott a hazai hozzáállás az ilyen állatokhoz pozitív értelemben. Akár buszon, akár bármilyen tömegközlekedési eszközön, rendelőr vagy sofőr, kalauz, vagy az üzletekben eladók nem néznek, felveszem már a kutyára. Idehaza közel 80 ezer gyengénlátót és vakot tartanak nyilván, és jelenleg mindössze közülük 200-an tudnak segítő kutyával élni. A kiképzés ugyanis nagyjából 3 évig tart, és főként közadakozásból finanszírozzák. Tolna megyében 1400 tagja van a legnagyobb érdekvédelmi egyesületnek. Volt 15 kutya is a megyébe, és aktívan közlekedtek, dolgoztak. Ők is jelen voltak. Most jelenleg a megyében 6 kutya közlekedik. Magyarországon 1979 óta folyik vakvezető kutya kiképzés. Eddig mintegy 800 állatot sikerült így felnevelni.